Marcel Ciolacu, a PCD elnöke és államfőjelöltje reggel 9 órakor szavazott a bukaresti 192-es számú általános iskolában. A szavazóhelyiségből való távozásakor közölte, arra tette le a voksát, hogy Románia minél több győzelmet érjen el. Am votat pentru o Românie puternică economic. Egy gazdaságilag erős Romániáért szavaztam, egy olyan Romániáért, amelynek erős hangja van a világban, egy olyan Romániáért, amelyben a románok méltó életet élhetnek, és amelynek elnöke az országért és népe érdekében dolgozik. Románia és a románok minél több győzelmére szavaztam, mint amilyen néhány napja az ország teljes jogú csatlakozása volt a schengeni övezethez. Szavaztam a stabilitásért, az egyensúlyért és a társadalmi igazságosságért, valamint a békéért.